Ez az a www.egr.hu link, ahova, hogyha belemegyünk, van egy adóügyek része. Az építmény adóval kapcsolatos változás bejelentési nyomtatvány elérhetőségét mutatta stábunknak Korsós László, az EGRI önkormányzati adóiroda vezetője. Ezt az űrlapot az eger.hu városi portálon keresztül lehet elérni. Adatbejelentést kell tennie január 17-ig annak, aki 2021-ben vásárolt, örökölt, eladott lakást, ha megváltozott a lakás vagyoni értéke, vagy módosult az ingatlan használata, például üzleti célúvá vált, vagy onnan kikerült. A másik pedig az elektronikus önkormányzati portál, ahol egyrészt az iratokat, vagy ezeket a beadványokat elektronikusan is be lehet nyújtani, meg egyébként azt is lehet, hogy valaki kitölti, kinyomtatja, és a hagyományos papír alapút teljesíti az adóhatóság felé. A másik január 17-ig szóló kötelezettség, hogy bizonyos katás vállalkozóknak iparűzési adóbevallást kell teljesíteniük, de mindenkinek ajánlott, aki szeretné érvényesíteni az 50%-os adókedvezményét. Azok a kataadózóknak kell ezt teljesíteni, akik valamiféle költséget számolnak el az adóévben, illetőleg 60 napot meghaladóan szüneteltették a tevékenységüket. Nekik kötelező a bevallás, mindenki másnak választható, azonban az önkormányzati adóhatóságnál van egy 50%-os adókedvezmény, ezt úgy tudjuk adni, hogyha a kataadózók bevallást készítenek. Érdemes tehát megcsinálni az iparűzési adóbevallást jövő hétfőig, csak így lehet érvényesíteni az 50%-os adójóváírást a KKV kedvezményeken túl. Ezt egyébként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül kell intézni.